Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy örömteli meglepetés ért téged, vagy egy jó hír. Ezen a kártyán látható, hogy lesz nálad egy új kezdet, egy új életszakasz, egy új periódus indul. A múlt az itt látható ezen a képen. Minden olyan nehéz volt, sok mindent kellett cipelned. Persze ez a kártya utalhat a lelki társadra is. Én úgy gondolom, ez érint mindkettőtöket. Itt ezen a kártyán a kejhek láthatóak, és a kejhek szimbolizálják az érzelmeket. Tehát itt kettőtök között érzelmekről van szó. Amit ez a kártya még jelent, a múltat, az emlékeket. Az lehet, hogy valaki visszatér a múltból, vagy vannak ilyen gyermekkori, nosztalgikus emlékek. Mit akar ez a férfi? Az itt látható ezen a képen. Újra a kejhek jelennek meg, amik utalnak az érzelmekre. Ő szeretne veled találkozni, és átölel téged. Ez a férfi utal a te lelki társadra, és ő sokat gondol rád. Itt lesznek változások, és ez a gyermek utal egy új kezdetre, ugyanúgy, mint az első kártyán a 10-es szám. Itt a csillagképek szerencsét hoznak. Azon kívül minden megvan írva a csillagokba, tehát nincs véletlen. És hamarosan lesz itt ez a változás és egy találkozás. A múltban mindig úgy volt, minthogyha be lett volna kötve a szemed vagy az övé. Volt valami, amit nem akartatok látni. Emiatt voltak a múltban még kihívások. És miről volt szó? Ezt mutatják itt a kejhek, tehát érzelmekről. Az volt a probléma, hogy nem beszéltetek érzelmekről, vagy ő nem mutatta ki az érzelmeit. És milyen változás lesz? Ő kezébe veszi most ezt a kejhet, és átnyújtja számodra. És az azt jelenti, kimutatja az érzelmeit. És a jövőt, itt ez a kártya mutatja, szintén a csillagok láthatóak, ugyanúgy, mint ennél a kártyánál, ami szerencsét hoz. Azon kívül utal arra, itt van egy lelki kapcsolat, hiszen így van megírva a csillagképekben. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!